Dr. Szalai Anna Mária gyógyszerésszel arról beszélgettünk, hogy milyen óvintézkedéseket tegyünk meg azért, hogy elkerüljük a szezonális influenzát a koronavírus járvány második hullámában. Elsődlegesen említendő, hogy kerüljük a testi kontaktusokat. Ha a helyzet úgy kívánja, és a közösségbe kell mennünk, akkor mindenféleképpen viseljünk maszkot és kesztyűt. A testmozgás mindenképpen nagyon fontos. Úgy tartják, hogy a megfelelő kondíció, a megfelelő erőnlét az nagyon sokat tud a szervezetünk egészségét, akár éppen az immunrendszerünkért is tenni, és tulajdonképpen nem is kell nagyon komplex gyakorlatokra egy fitnessteremre gondolni, akár hiszen itt a pandémia kapcsán is a legveszélyeztetettebb populáció, ugye az idős korcsoport, őnekik a szakemberek legalább a napi sétát mindenképpen nagyon ajánlják, és tulajdonképpen bár nyálkás és esős időszakot élünk, de azért egy-egy napon belül is talán ki lehet fogni néhány olyan kedvező pillanatot, egy kicsit a napos órákat, amikor én mindenképpen azt javasolnám az időseknek is talán, akik hát ugye a napi rutinban úgy nem vesznek részt, hogy nem, nincs az, hogy elmennek munkába, és utána pedig hazatérnek, de hogy igen, egy picikét a testmozgásukat mindenképpen igyekezzenek azért megőrizni, megtartani. De emellett a különböző televíziós csatornákon megvannak azok az idősávok tulajdonképpen, amikor akár gyógytornász vezetésével is valóban olyan otthon könnyen elvégezhető gyakorlatokban vehetünk tulajdonképpen részt, amelyek egyáltalán nem megerültetőek, sőt kifejezetten ezek a mozgásformák, itt a gyógytornászok szokták is mondani ott a torna perceiben tulajdonképpen, hogy valóban ezt az idős korcsoport is próbálja meg elvégezni otthon. Nagyon lényeges a fertőtlenítés, a rendszeres szellőztetés, ruhaneműinket, mosható arc- és szájmaszkjainkat 60 Celsius fokon mossuk, majd vasaljuk. A gumikesztyűket a fertőtlenítő géllel vagy sprével használat közben is tisztíthatjuk. Kézfertőtlenítő hiányában jó hatásfokú az enyhe vagy hipós víz is körülbelül 1%-os oldatban. Naponta sokszor hallott és bemutatott alapos kézmosás is elengedhetetlen. Az utcai ruházat és cipő levetése előtt és után is tegyük ezt meg. A savanyú káposzta, a cékla, a torma, a hagymafélék, a gyümölcsök, a házi készítésű befőttek, lekvárok mind-mind számos olyan anyagot, oxidánsokat tartalmaznak, amelyek elengedhetetlenek az egészséges immunrendszer működéséhez. Természetes segítőtársainkkal, mint ahogy a táplálékkal, és azokkal az étrend kiegészítőkkel, vagy vitaminokkal, amelyekkel eddig is megpróbáltuk felvenni a küzdelmet a különböző megbetegedések kapcsán, ez most különösen igaz. Itt a táplálkozás útján hasznosítható tápanyagforrásoknál, amelyeknek magas a C-vitamin tartalma, mindenképpen segítségül hívható, különösen ajánlott a citrusfélék, tehát a citromnak, a narancsnak, a grapefruitnak a fogyasztása, de tulajdonképpen a magyar emberek által előszeretettel fogyasztott savanyú káposzta vagy cékla szintén első körben megemlítendő, de még mindenképpen propagálhatóak azon gyümölcsöknek a fogyasztása, amely egyébként ilyenkor ősszel nagy mennyiségben kapható. Így gondolok az almára, esetleg még a szilvára, amelynek nagyon sokfajta jótékony hatása van, és minden módon az immunrendszerünket segíti, és talán nem használjuk ki kellőképpen, de szervezetünket segítik a különböző csonthéjas gyümölcsöknek, így a diófféléknek a fogyasztása is. És a táplálkozásunk, és nagyon fontos, hogy lehetőség szerint minél több zöldségfélét is fogyasszunk, ha az étrendünkbe ez nagyon fontos beemelni. Viszont még amennyiben táplálkozás útján feltehetően nem vittünk be ilyen fontos anyagokat, akkor pedig hát kívülről különböző olyan készítményekkel pótolhatók, amelyek egyfelől gyógyszerként, illetve étrend kiegészítőként kaphatóak a gyógyszertárakban. Itt a
C-vitamin, ha kell gondolni elsődlegesen, de most itt a pandémia, a koronavírus elleni minél hatékonyabb védekezés kapcsán nagyon jótékonynak bizonyult a D-vitaminnak a hatása, mind a megelőzésben, mind pedig a tapasztalatok alapján a betegség lefolyásánál is mindenképpen a D-vitaminnak a bevitelét nagyon jónak tartják a szakemberek, és tulajdonképpen még olyan cikkeket is olvastam, amelyben pedig még egyéb más zsíroldékony vitaminok, mint akár az E-vitaminnak is a jótékony hatását ecsetelték, illetve olyan nyomelemek, mint a szelén vagy a cink szintén hatásos lehet. Nagyon sokszor, és tulajdonképpen a gyógyszergyárak is partnereink itt a védekezésben olyan szempontból is, hogy komplex készítményeket is ajánlanak, amelyek tulajdonképpen egy az egyben tartalmazzák azokat a szervezet számára ajánlott napi nyomelem, illetve vitamin mennyiségeket, amelyek szükségesek lehetnek a védekezésben. Természetesen a legfontosabb javaslat, hogy aki idős, 65 évet betöltött személy, vagy valamilyen alap, vagy immunbetegségben szenved, illetve kiskorú maradjon otthon, fogalmazta meg a gyógyszerész.